Május 1-én a munkaünnepe van. Magyarországon a szocializmus alatt demonstratív felvonulásokkal ünnepelték a gyárak dolgozói május 1-ét. Később az ünnepi eseményeken a sör és virsli mellett a különböző gyermekjátékok és a kulturális programok voltak a meghatározók. A majálisok retro jellegét azonban ma is a sör és a virsli adja. A népi hagyományok között a május faállítás volt a meghatározó. Ilyenkor a férfiak és fiúk a nekik tetsző lányoknak állították fel a májusfát. Bátaszéken sem volt ez másképp. A településen már évek óta hagyománynak számít, hogy a lakók a tűzoltósággal közösen állítják fel a város egyik terére a májusfát. A helyiek közül néhányan népviseletbe öltöztek, ezzel is kiemelve a település hagyománytisztelő mi voltát. Bátaszéken minden évben ugye megtartjuk a majálist, illetve a májusfaállítást. A népcsoportok gyermek táncosai népviseletbe gyülekeznek itt a Szent István téren, a leánygyermekek felkötözik a színes szalagokat a város májusfájára, és a fiúk meg segítkeznek a helyi tűzoltóknak felállítani a fát. Kezdetét veszi a színpadi műsor, ahol helyi és környékbeli csoportok mutatkoznak be. Ebben az évben gondoltunk a gyerekekre is, a Felhőtánc Duó koncertjét láthatják, hallhatják az ide látogatók. Felvidéki népviseletben vagyok, mert a Felvidék Néptánc Egyesület is kiveszi a részét a majálisból, de ugyanúgy a Német Nemzetiségi Tánccsoport, kicsik, nagyok, mind megmutatkoznak a színpadon, illetve, ahogy említettem, a május faállításnál. Ez is egy olyan rendezvény, mint általában Bátaszéken a többi is, tehát mindenki kiveszi a részét, ugyanúgy a kulturális műsorban megmutatkozunk, fellépünk, tehát legyen az egy városnapja, egy pünkösdi rétes fesztivál vagy bornapok. Természetesen a május 1-e is a miénk, a bátaszékieké, és mindenki itt van és együtt ünnepelünk. Az eseményen részt vett Bátaszék polgármestere Bozsolik Róbert is, aki kiemelte, büszke arra, hogy a hagyományokat tisztelik a helyiek. Évek óta hagyomány már Bátaszéken, hogy itt május 1-én ünnepi programot állítunk össze. Kicsit próbálunk a régi időkre, kicsit retrós majálist megszervezni, ami azzal kezdődik, hogy a népcsoportok segítségével, tűzoltók segítségével felállítjuk a hagyományos májusfát itt a városnak az egyik terén, és színpadi programokkal próbáljuk szórakoztatni az ide látogatókat. Hát fontosnak tartjuk, hogy ezen program keretében próbáljuk a város belül a közösségi életet erősíteni, és ennek fontos állomása többek között az, hogy ezt a hagyományos majálist is megszervezzük. Bátaszéken hagyománya is volt, hogy a fiatal fiúk csapatokba verődve májusfát állítanak az eladósorban lévő lányoknál. Hát évtizedekkel ezelőtt talán nagyobb hagyománya volt, még én is jártam májusfát állítani. Most már egy kicsit kevésbé lelkesek a fiúk májusfállítás terén, de még mindig látni néhány portán, hogy felállítják a májusfát. Ugye ennek gyakorlatilag az a vége, úgymond, hogy egy májusfa kitáncolás keretében a fiatalok egy hagyományteremtő szándékkal, egy zenés rendezvény keretében együtt vannak, és hát kiveszik a májusfát durván egy hónapon belül. A bátaszéki májusfaállításnak az összetartozás erősítése volt a célja. A helyi népcsoportok együtt dolgoztak a faállításon. Amíg a népviseletbe öltözött lányok a fát díszítették, a fiúk a tűzoltóknak segítettek a munka elvégzésében. Később a helyiek pedig különböző kulturális és szórakoztató programokon vehettek részt.